A borsodi műhely üzemvezetője mutatja napi feladatokat a leendő munkatársaknak. Határidőben nézi meg a dolgozó, hogy éppen melyik alkatrészt hova kell rakni. Tehát balról, jobbra, föntről, lefele haladva vannak határidő szerint. Borsodban és Nógrádban majdnem ezren jelentkeztek a munkaegyi központok felhívására. A fémipari szakemberek túl vannak egy szintfelmérő teszten és válogatón, most pedig a lehetséges munkahelyeiket látogatták meg, valamint találkoztak leendő munkaadóikkal is. Itt vannak azok a munkatársak Borsod megyéből, akik az első körben kiválasztásra kerültek, 30 leendő munkatársat tudunk fogadni, és a célja ennek a mai napnak, hogy egy kicsit megnyugtassuk őket, hogy megmutassuk azokat a lehetőségeket, amelyeket itt a Győr és Győr környéki fémipari vállalkozások tudnak nyújtani, mint leendő munka ezeknek a munkatársaknak. Szinte minden korosztály megtalálható a jelentkezők között, sokan teljesen új életet kezdenek majd a jó munkahely reményében. Bonyolult, tehát végülis az ember a családot ott hagyja, vagy később azt mondja, hogy a családdal együtt költözik ide, de ha nincs más lehetőség, akkor csak ezt tudom mondani, hogy jönni kell, próbálkozni kell. A mintaprogram február közepétől már a 3 hónapos képzéssel folytatódik. Az ipari parkban 10 olyan vállalat van, ahová távolabbi megyékből jöhetnek dolgozni, és idén összesen 160 munkavállaló kap lehetőséget.